Jó reggelt! Néhány mondatot szeretnék kérni a tegnapi élményekről. Hát most voltunk veletek először. Én nagyon jól éreztem magam, nagyon szép helyeken jártunk. Kicsit kalandossa is sikeredett, mert azért voltak benne kis apróbb eltévedések, de szerintem nagyon jól jöttünk ki belőle. Megúsztuk a vihart is, úgyhogy azért külön köszönet, hogy nem áztunk el. Nagyon jó volt. Tegnapi nap kivételesen nagyon jó volt. Az nem kivételes, szerintem nagyon jó. Kivételesen, akkor nagyon-nagyon jó volt. Olyan dolgokat látunk, amit máskor nem biztos, hogy megnéznénk. Szép jó reggelt, itt a csacsi porta. Nem, ez a pajta porta a csacsival. Szia, gyálasza. Nagyon jó biciklitúrán vettünk részt tegnap, a Gaja völgyön jöttünk át, és a Bakonyon. Jó kis emelkedők, jó kis lejtők, jó kis terepek. Köszönjük szépen Áfonyának, hogy ezt megszervezte, és a mai napot is szeretnénk hasonlóképpen tölteni. Hurrá, hurrá, hurrá! Soha nem voltam még ezeken a helyszíneken, és nagyon élveztük a túrát. Jó volt az út is, minősége is, és nagyon szép helyeken mentünk. Úgyhogy nem is gondoltam volna, hogy a Bakonyban ilyen szép helyek vannak. Tegnapról vagy az éjszakáról szeretném? Na, sokkal mozgalmasabb volt számomra. Ebben ne avassál be minket, jó? Mindenkinek bízzuk a fantáziájára. Na, hát tényleg a szállást tudom említeni, miután az előttem szóló már elmondta, mekkora szerencsénk volt a viharra, hogy csapkodott körbe-körbe, de szerencsésen megúsztuk. Viszont a szállásunk nagyon jó pofa, ilyen tényleg retro, ahogy manapság mondják, és egy gyönyörű, nagyon régi ház, aminek a fagerendái, mennyezetgerendái is látszik, hogy megéltek vagy 100 évet már. A bútorzat is nagyon jó pofa, hát összehozták ők ugye nagyon régi bútorokból, ami nagyon nosztalgikus érzéseket keltett. Mondjuk a sodronyos ágyról nem is beszélve, amit nem sikerült aludnom. Megnézzük, milyen lenyomatot hagyott a hátadon? Körülbelül hátamon nem, a többiek feküdtek háton, és olyan retro koncert volt itt éjszaka, hogy egyik jobban húzta, mint a másik, úgyhogy két sportársamat is kellett megveregetni, hogy kicsit csendesebben aludjanak. Pedig ahogy a háttérben látszik, szerintem a áldás az meg lett volna hozzá, hogy igen, nyugodt éjszakátok legyen. Igen. Hát kellemes volt a tegnapi nap, azt leszámítva, hogy elég sokat toltam a bringát az útviszonyok miatt. Hát remélem, hogy ma nem így lesz. Egyébként nagyon szép a táj, dimbes, dombos, gyönyörű, a társaság is klassz volt. Konkrétan valami helyszínt, ahol jártunk, tudnál ajánlani a filmet most nézni kezdőknek? Hát például a szállás helyszínt, az nagyon nagyon szép, nagyon kellemes, még medvecsapdát is találtunk. Hát ezen kívül az egészet igazából. Egy valamit, légy szíves, a nem leglegett a napból. Nem tudok kiemelni. Hadd ne adj a kötletet magadtól, semmi? Nem nagyon tudok kiemelni, ő nagyon örülök, hogy itt volt a családom. Uh-huh. Igazából az egész jól sikerült. Okay. Kedves Attila, kérlek, beszélj pár mondatot a tegnapról. Hát elsősorban kiemelném a tegnapi napnak az összes rohadt negatívumát. Hát ilyen nem volt. Terveztünk egy bográcsozást, elmaradt, nem hoztunk magunkra semmit hozzá, gondolkodtunk a nyárson sütésre, de hát a birkák nem adták hozzá beleegyezésüket. Csak szó nélkül állnak. De legalább neked nem fordítanak hátat. Én mikor kijöttem, akkor birka tüntetőleg hallod. Gyere, Bari! Arra pisilni jó. Igen, kipróbáltam egyszer. Nem ide tartozik, rendjük, amikor kipróbáltam egyszer egy útszéli pisilést, és volt egy letaposott villanypásztor. Nagyon megrázó élmény volt. Fasza. Az. Kérem, kedves birkák, hogy voltatok megelégedve a vendégekkel?
Van vélemény? Ez melyik volt? Pecsételős körtúrán vagyunk, és meg szeretnénk kérni, hogy körbélyegzővel a Székesfehérvár mezőbe nyomjon nekünk egy igazoló pecsétet. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Kellemes napot, viszontlátásra. Ez a Fehérvár csurgói tó. Akkor most hozzuk fel a biccal. Végig ilyen volt. De itt volt egy emelkedő, ami még át kellett vinni. Az is lesz. Biztos, hogy lesz. Gyökerek lesznek majd.
mehetsz előre nyugodtan. Aha. Tartjuk ezen a parton az utat végig. Mehettek, majd ahol le kell szállni, úgyis megálltok, jó? Nem kell száguldozni, nézelődjetek! Vigyázz rájuk! Miért? Vízzel terítem. Tetszik, Dongo? Hát jobb, mint az aszfaltos. Ugye? Majd a római fürdő ugyanezen a patakon szebb lesz. Ó, majd egy csoportképet is kéne csinálni. Mert még nem jártam előtted. Bakoncsernyén vagyunk, mielőtt Kisgyorra megyünk, megejtjük a aktuális pecsétel és mind a négy papírot. Azt megúsztuk. Reméljük nem fog itt tekeregni nekünk és visszajönni. Ugyanis arra megyünk. Megy. Ja, akkor is víz. Hallod, tudod mi jutott eszembe? Szárnya. Fogyáztunk? Menjetek. Igen, is értem. Titeket. Hát a macsi. Már valamivel tényleg vagy csak egy évi rendszeret. Dolgozok. Ez a maradt alkon? Kérdése? Miért anya? Itt az emlékmű van Linka bánya. Volt valami közbe kiírva. Most már Linka bánya. Linka anya. Mi nem bicikli? Nyanya. Igen. Jajjaj! Hogy hát, ha... Te mondták, hogy már... Fagyarj, hogy ott meg a csontokat esetleg azt a csontokat. Most már a másik oldal is hallom a dörgést.
Ez már tés. Két ember egymással szembe egy ilyen párszeres megoldással egyszerre 25 fokot befogva, minden elért az aktuális szélben. Ja, bocsánat, fölvettem a listát, nem azért, mert sőt, hogy megkezdtem. Gépgyár és hasonlőte. Nyomások felvetező. Ez valami Kovács szék, ez valami Kovács szék. Szerepelni akarsz? Thank you.
Bemennünk is be végig a római fürdőhöz? Bemennénk. Tessék? Be akarunk menni. Jó, javaslom, hogy ez is be végig? Nem, le kell térni majd egy fehérköves szórt útra. Egyen Mújvásra, nem? Aha. Arról meg egy erdeire, de széles. Kijárt erdeire. Azon visszajönni lesz nehéz. Ez csak egy oda-vissza kitérő. Aha. Ja. Későn értünk ide. Megint visítás volt? Visítás volt, vagy... Nem? Három kilométer a római. Most a szélben kevertem a Erzsi hangját a fácánéval. Ne hagyjatok itt nagyon, mert én tudom, hogy hol akarok lefordulni. Azt már most már kipipálhatjuk, elsőt nem kaptunk ma. És már nem fogunk. Fékezz! Fék! Hú, ez de jó van. Most megyünk megint le a Gajá mellé. Igen. A római fürdő és a Gajának a szurdokos vízesése. Ez az. Jobbra? Igen.
Oda fogunk lemenni. Óvatosan kanyarodj! Zsidóhegy. Ez a neve. Mm-hmm. De érdekes. Jani. Itt van valahol a lejárat. De menjünk? Persze. Bakonylára. Le. Most megállunk. Tovább? Nem ott van? Szélese? Ja igen, van egy ilyen pad. Egy kopár pad. Ez mi? Ez itt az autó. A sorompó lesz a térén. Ki a renitens, aki nem akar lejönni, érted? Én. Például nem lejön. Azt hiszem, hogy a tapasztalatra lehet menni Bakonylán, és átbizart. Szerintem eléggé gyalogos ösvény az, de meg lehet nézni. Kevin, két kézzel és óvatosan, mert durva lesz. Durva lesz. És kerülgesd, ha lehet a gyökereket, ha még átmész valamelyiken, akkor nagyon óvatosan, jó? Ó, Istenem, ó. Ne álljál fel, Kevin! Len legyen a súlypontod. Én csak a hátkötőket használom. Ne használd, mind a kettőt használod, Patrik. Akkor pofára is. Nem esel pofára. Kettőt egyformán húzod. Ajaj. Maradj inkább mögötted, jóval, Kevin. Ajaj. Na jól megcsináltam, úgyhogy nem estem el. A nagy látnivalód abban a szegletben van.
nincsen sok víz. Pataknál csak megáll. Kevin, te. Hogy tetszik? Nagyon jó. Ez a bedőlt van. Majd a fejbe találom. Hány fok lesz hideg, mint most lesz? Rossz nyilván. Átmehetsz akkor, Pati. De jó, be tudsz nézni akkor a szúrtokba. Az enyém meg még inkább a fém miatt, úgyhogy most nem próbálkoznék.
Pajta Porta Dudar. Kerékpárjaink itt lesznek biztonságban. Szép faragás. Itt lehetőség van 8 főnek egy éjszakát, vagy kettőt, akárhányat eltölteni. Hangulatos bulizós lehetőség. Ápolt az udvar. Én megjött a pesti, és haha, élvezi a sétát. Sehol egy kutyaszar, sehol egy cigarettacsik. Na hát, koronás kupak. Hát nincs. Van ellenben tűzrakóhely. Nagy diófa. Alatta asztal. Parkolási lehetőség. Miért filmezed ezt föl? Na, ezen a függőágyon nem alszik senki. Mert tényleg pont elférünk. Hello, Skacu. Kevin. Egy dupla ágy. Vízruházatban. Hé, gatya van rajta, az a lényeg. Elosztok. Szeasz. Kettő éjszaka után van a kedvezmény, úgyhogy egységesen 3500 forint fejenként. Igen. Gyerekeknek is. Csak egy éjszakát vagyunk. Ezeket miért filmezett föl? Mert gyorsabban meg vagyunk. Internetre föltöltöm a ebből készült élmény videókat. Tessék? Hát hogy jön a mikrofonokat, egy guanyzó. Azért mondom, hogy menjetek ki. És még egy hálószoba. Három ágyja. Változatos terepen futó 67 kilométeres túránkat Székesfehérváron a vasútállomáson kezdtük pecsételtetéssel. Majd nagy nehezen átvergődtünk a városon észak felé. Aztán az Iszka-Szentgyörgyi leágazástól kellemesebb volt az útvonal. A túránk még hiányzó tagjai is csatlakoztak, hogy egészen
Fehérvár csurgóig menjünk Kincses bányán keresztül. Első lendületre. A Károlyi kastélynak a kertjében tekerektünk egy csöppet, de mivel vásár volt, fizetős lett volna, nyüzsi volt, nem mentünk mélyebbre. Inkább kimentünk a csurgói víztározó töltésére. Majd a Gajakpatak völgye felé vettük az irányt. Egyébként ott délután futóversenyt rendeztek, és a 360 fogringás Zita és Árpi is futottak délután. No, mi még a telefutóverseny előtt végigurultunk kényelmesen a völgyön, majd Balinka felé fordultunk. Gyűltek a fellegek, dörgött az ég, ám mi ezt az uhit megúsztuk, és a következő pecsételő helyünkön a túra sörözőnél elfordultunk balra, és bevetettük magunkat a vadonba. Ott egy kicsit el is tévedtünk, az utak nem pont úgy voltak, ahogy én azt terveztem, de jó útra tértünk, és az erdélyi kerékpárúton Tés irányába Csőzpuszta érintésével bicajoztunk. A Tési főutcán végigmenvén eljutottunk a Kovács műhelyhez, ahonnan kisétálva két egészen jó állapotú öreg szélmalmot láttunk. Ezután a Tési fennsíkról hatalmas gurulások következtek, no itt mindenki nagyon élvezte a levegőt, a tájat, és következett a mindenki által legizgalmasabb momentuma a napnak, amikor is lementünk az úgynevezett római fürdőhöz gyönyörködni a víz által kialakított környezetben. Itt bizony vissza kellett kicsit mászni, hogy aztán Bakonynána felé még egy utolsó nagyot guruljunk. Aztán Dudar felé ismét kapaszkodtunk valamennyit, de hát ez már nem volt nagy távolság. Elékeztünk a Pajta vendégházhoz, átvettük a szállást, megismerkedtünk a udvar állataival, és bejelentkezésre a falunapot érintve elsétáltunk a Mónika falatozóhoz. Mindenki menjen el oda, ha Dudarban jár, akár előre bejelentkezve is lehet ételt rendelni. És eltettük magunkat másnapra.